A Szájjel kismadár című Republik sláger volt a bevonuló zenéje Erdei Zsolt profi ökölvívónak. A Vojtila ház pódiumának pénteki vendége nagy mérkőzésein is ennek a dalnak a hangjaira indult a ring felé. Borzák Tibor újságíró kérdésére válaszolva elárulta, hogy első profi mérkőzésétől az utolsóig végig kísérte ez a szám. Egy alkalommal színpadon is énekeltek közösen Cipővel, a Republik 2013-ban elhunyt énekesével. Erdei Zsolt elmondta, alig volt több mint 10 éves, amikor az edzőtábor szobájába berepült szárnyasok hűsies kihajtása után ráragasztották a madár becenevet. Gyerekként inkább a birkózást választotta volna, de később igazi szerelem lett számára a box. A délelőtt legvidámabb percei azok voltak, amikor a sportember nehéz mérkőzéseinek emlékét elevenítette fel, közönségét is bevonva a játékba. A profi pályafutását tavaly befejező Erdei Zsolt most utánpótlás neveléssel foglalkozik, a Madárfészek Ökölvívó Akadémia szakmai vezetőjeként. A beszélgetés után természetesen besegített az ételosztásba is a Vojtila ház ebédlőjében. Hangsúlyozta, fontos számára, hogy amikor csak lehetősége van, visszaadjon valamennyit abból a sok-sok szeretetből, amelyet az évek során az emberektől kapott.